Sörözőben a Balatonboglári Városok Egyesület által szervezett kis gyakorló estén. És itt van... Fél profi dárc versenyén. És itt van velem Zsiga Korsi, akit szeretném, hogyha kicsikét bemutatkozna, pár mondat elejéig. Sziasztok, én a Városvédő Egyesület vezetőségének a tagja vagyok, szakosztályi delegált. Egy éve vagyok körülbelül az Egyesületben, és 3 éve jövök Bogláról. Nagyon örülök, hogy rátaláltam erre a jó kis csapatra, és szeretném jelezni, hogy a verseny első fordulóját a lánycsapat nyerte. Azt szeretném megkérdezni, hogy mit gondolsz erről az estéről, meg majd a következőkről, mert hallottam, hogy több is lesz, amikor mondjuk ilyen hetente kétszer vagy egyszer összegyűlünk itt, mint fiatalok, és ugye idősebb korosztály, bár nincsen köztünk sok év, ugye? Hát sok év nincs köztünk, de azért mi a szenior csapatban nyomjuk. Azt hallottuk, hogy a helyi fiatalokat itt lehet megtalálni, és mi nagyon szeretnénk velük találkozni. Többször is ez az első gyakorló est, hogy azért van nagyon-nagyon ne maradjunk szégyenben, és nagyon sok szeretettel várnák őket majd a gála honlapján és a mi honlapunkon is meghirdetésre kerülő versenyre. Akár fiú-lány csapatban, akár Városvédő Egyesület és diákok csapatban. Ez csak attól függ, hogy hányan jelentkeztek. Szigorúan amatőrök. Amatőr, félprofi. És azt szeretném megkérdezni, hogy érzed magadat most a versenyen? Én nagyon jó, nagyon jó a társaság. Örülök, hogy azért vannak fiatalok is itt körülöttünk, vagy a körünkben. És szerintem biztos, hogy mi fogunk nyerni, mi lányok. Ilyen eseményel közé fogják hozni a fiatalabb és az idősebb generációt? Én nagyon remélem, ugyanis ez az egyik célja ennek a mai estének, és miután itt vagytok ti fiatalok, remélem, hogy elviszitek a hírét, hogy milyen jó a hangulat, és hogy mennyire ügyes itt a csapat. Fiúk, lányok, fiatalabbak, idősebbek. Szerintem nagyon jól meg vagyunk így együtt. Köszönöm szépen. Én is köszönöm, hogy eljöttetek.